Már csak kettőt kell aludni karácsonyig. Én csak annyit kérek tőled, legyél türelmes az édesanyáddal, nehéz időszak közepén áll. És ráadásul csak neked akar jót. Abban, hogy megőrizd a hidegvéredet, segíthet egy üveg belga sör. Double Enkind for Devil. Egy különleges felső erjesztésű fűszeres karácsonyi él. Most csinálj úgy, mintha tudnád, mi ez a felső erjesztésű. A válaszodat várom kommentben, de csak és kizárólag téves megfejtéseket várok. Na, muti magad. Magic! Azért ezután a közel egy hónap után kezd már olyan kocsmaszag lenni itt a stúdióban, hogy lassan már menübe adom az unik... És tartottunk? Ja igen, a nagyon ünnepi, nagyon sörünknél. Ugyan már nagyon átmelegedett és kiszállt belőle minden buborék, így is iszonyatosan agresszív. Nem pontos leírás az, hogy fűszeres. Sokkal inkább olyan, mintha megpróbálnál lenyelni egy fűszerszállító kamiont. Jaj, ne bekapcsolva maradt a munkafény. Na így azért mégis hangulatosabb, nézzük is meg Harryéket. Draco Malfoy pálcástól. Ez tök igazságtalan, hogy neki nincs félős feje, csak agresszív. Jól van, gyűlnek már a gonoszok is. Remélem, Snackrénként te nem ásztál be. Mi van benned? Aha, jó, valami üveg. Rád kéne írni, hogy fragile. Mondjuk úgy látom, szerencsére nem lett ennek baja. Perné Zsotté. Zsotté. Perné. Perné Zsotté. Gondolom. 1860 óta. Ez egy Nutella előtti Nutella? Ne nagyobb a gyaros. Ó, te jó ég. Tudod mit? Nem is így, hanem inkább egy gofrin. Oh yeah. Mindjárt sírok. Jár a tejszínhabis. Lehet, hogy ez így egy kicsit sok. Ne, nem baj, jöjjön a cukorszórás. Jó étvágyat, gyerekek. Hát ez nagyon finom volt, találkozzunk holnap is, és ne feledd, nincs olyan, hogy túl sok tejszínhab.